Fiatal táncosok a színpadon, rokonok, barátok, érdeklődők a nézőtéren. Több mint két évtizedes múltra tekint vissza az Ifjúsági Néptáncfesztivál, amelynek születése a Nyírségtánc Együttes vezetőjének, Demarcsek Györgynek a nevéhez fűződik. Meglehetősen nehezen indult, hiszen Nyíregyházán nem volt ennek hagyománya, de amikor az alapfokú művészet oktatási intézmények, vagy alapfokú művészeti iskolákban egyre több gyermek táncos nevelődött ki, egyébként országszerte, de Nyíregyházán is, akkor úgy döntöttünk, hogy legyen már az ifjúságnak is saját fesztiválja, és akkor az Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválokat Pápán rendezik, az egyik évben, a másik évben pedig Nyíregyházán, tehát itt minden második évben rendezünk fesztivált. Az első fesztiválokon nagyon sok együttes volt egyébként, tehát akkor úgy hirtelen berobbant ez a köztudatba, és jöttek az együttesek, tehát ilyen 20-as létszámokkal és két napos fesztivált tudtunk rendezni. Most 10 jelentkeztek ide, végül 9 jöttek el, és hát így egy nap alatt meg tudjuk csinálni ezt a fesztivált. De hát ez egy óriási dolog, hogy az országnak különböző részeiről ide jönnek Nyíregyházára ezek a fiatalok azért, hogy itt együtt összemérhessék az erejüket egymással. Mint Demarcsek György elmondta, bár a fiatalok számára rengeteg terület kínál közösségi élményt, nem kell attól tartaniuk, hogy nem lesz utánpótlásuk a néptáncosoknak. A fiatalságnak van egy olyan meglehetősen nagy rétege, amelyik nagyon szívesen foglalkozik a saját hagyományaival, a hagyomány őrzésével. Ezen keresztül, ugye, hogy megmutathassa magát a színpadon is, hogyha avatott alkotók, koreográfusok, illetve tánccsoport vezetők, közösségformáló vezetők vezetik őket és mutatják nekik az utat, akkor óriási eredményeket érnek el, és fantasztikus közösségek épülnek. Itt volt olyan együttes, akinek a vezetője a színfalak mögött mondta nekem, hogy azt a szöveget nem olvastad fel, ami a közösségépítésről szól. Én is mondtam neki, hogy már nem küldtétek el, de ettől függetlenül mindegyik csoport tulajdonképpen ugyanazt csinálja. Megpróbál olyan közösségeket építeni, hogy minél tovább megmaradjanak ezek a fiatalok a néptánc világában, és felnőtt együttesként, hát hiszen legtöbbnél elhangzott, hogy melyik együttesnek az utánpótlás csoportja, felnőttként is sokáig táncoljanak, mondjuk olyan sokáig, mint én. A Néptánc Fesztivált gálaműsor majd táncház zárta. A jövő hét végén Nyíregyháza ad otthont az ifjúsági szóló néptáncosok országos selejtezőjének. A Nyírség Táncegyüttes pedig folyamatosan próbál, készül az a műsor, amellyel jövőre ünneplik 50. születésnapjukat egy nagyszabású gála keretében.